Önök az M-Print Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreinkkel kezdünk. Már az érettségi vizsgákra koncentráltak, pénteken és szombaton még búcsúztak a középiskolás fiatalok. Útfelújítások Viszmajor pályázatokból Sántorai úton. Fafaragó tábor a reformáció jegyében kovácsvágáson. Mára-már az első írásbeli érettségi vizsgájukon is túl vannak, ám pénteken még a búcsúzásnak és az ünneplésnek volt itt az ideje a végzős középiskolásoknak. Televíziónk mind a négy sátoraja újhelyi középiskola ballagási ünnepségén forgatott. Ballagási körképünk következik. A középiskolai ballagás az első mérföldkő mindannyiunk életében, ahol egy pillanatra elgondolkodunk, merre tovább. Ezt az emléket soha nem feledjük, és szívesen elevenítjük fel. Így voltak ezzel a Kossuth Lajos Gimnázium 1967-ben végzett osztályának tanulói is, akik újra felvették a tarisznyát és ballagtak együtt az ifjúsággal 50 év után. Az idősebbek mellett természetesen a fiatalokra figyeltek a legtöbben, akik hol magabiztosan, hol kétségekkel telve várják a következő hetek próbatételeit. Tudjuk-e kamatoztatni azt, amit itt kaptunk a 6 év során? Emlékezzetek a gálákra, osztálykirándulásokra, külföldi utakra és a rendhagyó órákra. Olyan emberekké váltunk-e, akikre méltán lehetnek büszkék szüleik és tanáraik? Felnőttünk-e a nagy feladatra? Felkészültünk az egyre önállóbbá váló életünkre? Meg tudunk-e felelni a kihívásoknak? A szakgimnáziumi, szakközépiskolai tanulóknál talán még több a bizonytalanság. Tovább tanuljanak, vagy vállaljanak munkát? A tanárok szerint többségük nyáron, a vizsgák után dönti el, hogyan folytatja tovább. Én úgy látom, hogy ugyanúgy, mint a mi időnkben, azért még a diákok tanástalanok, tehát ilyenkor még nem döntöttek. Én azt gondolom, hogy a nyár is egy nagyon fontos dolog lesz, meglátják, hogy alakul-e számukra valamilyen munkalehetőség, és azt gondolom, hogy ez fogja eldönteni, hogy visszajönnek tanulni, vagy ha valakinek adódik valami jó lehetőség, valószínűleg élni fog vele. Szakközépiskolából szakgimnázium, állami fenntartásból egyházi intézmény lett a mezőgazdasági iskola ebben a tanévben. A változások közepette készültek az érettségire a most ballagó diákok, akiket a miskolci görögkatolikus püspök dr. Orosz Atanáz áldása kísérte. Nagyon fontos váltáskor át kell vennünk sok mindent, ami az iskola eddig életéhez kapcsolódott, és azokat az értékeket, amelyeket egyházára bízott az Úristen, folyamatosan kell képviselnünk és továbbítanunk a diákok felé. A csomag úgy gondolom, hogy lassan telik meg. Most szeretném igazán megtölteni, szeretnék majd egy szentírást átnyújtani minden ballagónak, hogy amit mi évközben nem tudtunk átadni, amikor a jólélek ráviszi őket, akkor ők maguk találják meg az Isten üzenetéből. A pedagógusok, akárcsak a diákok szívesen gondolnak vissza ilyenkor az együtt töltött időkre, az osztályfőnökök pedig remélik, elég útravalót adtak tudásban és emberségben diákjaiknak a további életre. Sokféle tehetség, sokszínű osztály volt, ezért tényleg nagyon sokat kellett velük foglalkozni, de öröm volt, mert hogy ez az osztály, azt lehet mondani, hogy beérett. Az elmúlt hetek, hónapok bizonyítják, hogy tényleg egy kis felnőtt, most már felnőtt embereknek a társaságában lehetünk itt. A ballagási ünnepségen a legjobban teljesítő diákok valamennyi iskolában elismerést kaptak. Így volt ez a katolikus szakközépiskolában is. Összesen ez a 12 éve alatt rengeteg emléket és tapasztalatot szerezhettem a suli által, szóval most nagyon nehezen tudok tőle megválni, de vár minket az érettségi. Bár sokan lélekben már az érettségire készültek, a péntek még az ünneprésről és a búcsúzásról szólt. Reméljük, nem örökre, fogalmazott a központi ballagáson Szamosvölgyi Péter polgármester. Ma ünneplünk. Ünneplünk éretté és nagykorúvá vált fiatalokat, megköszönjük a pedagógusok munkáját, és sok sikert kívánunk az érettségihez, vagy szakmunkás vizsgához, és az életükhöz. Azt kívánjuk, hogy váljanak hasznos polgáraivá hazánknak, Sátorai Újhelynek, Zemplinnek. Ne felejtsétek, visszavárunk benneteket.
A 486 éve alapított Sarospataki Református Kollégium gimnáziumában is búcsút vettek a végzősök iskolájuktól, tanáraiktól, barátaiktól, egyben a nagymúltú iskolájuktól. A Vai Miklós Református Szakgimnázium szakközépiskolában közös áhítattal kezdődött a ballagási ünnepség, majd átadták a Tiszán Innedi Református Egyházkerület díját, amelyet Molnár Dávid tanuló vehetett át. Utolsó léptek a középiskolában, önfeledett hangulatban, de mégis talán kicsit szomorúan, hiszen az idő múlását is jelentik ezek a léptek. Múlt szombaton tartották a csengő búcsút a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumában, hagyományosan az utcán vonulva a református templomban zajlott az ünnepi istentisztelet. Nem is olyan rég, még együtt élveztük a gondtalan diák élet adta örömöket. És ma itt vagytok előttünk, készen arra, hogy várjon rátok egy új világ. Mostantól egyre inkább magatokra kell majd támaszkodnotok. Dávid az alsóbb évfolyamok nevében búcsúzott a végzősöktől, több közös élményt és sikert említve. Piroska pedig már a következő napokról is beszélt érettségiző diáktársai képviseletében. A Refi tengerében voltunk nehéz gályák, mikor egy-egy megmérettetés, témazárók, évvégi kísérettségig előtt álltunk, és érezzük ezt most is, ahogy egyre közelebb kerülünk a nagy érettségihez, és ez a nehéz gálya horgonyzott meg a szíveken, ahogy most a búcsúzásra és gimnazista éveink lezárására kerül a sor. Értelemmel és érzelemmel felvértezve indulhatnak útnak a diákok, mondta a gimnázium igazgatója. A 486 éve alapított intézmény vezetője Márai Sándor gondolatainak segítségével köszönt el a diákoktól, kiemelve, minden útnak egy célja van, de hossza módja, mindenkinek más és más. Nem csak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célba. És akkor megállunk és csodálkozunk. Tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet, a sok út szövevényében csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutunk ugyanahhoz a célhoz. A csengő búcsú zárásaként díjak átadására került sor. A Tiszán Inneni Református Egyházkerület, a gimnázium és a gimnázium munkáját és diákjait segítő alapítványok is számos elismerést nyújtottak át a végzősöknek, és első alkalommal ítélte oda a gimnázium a Pataki Diák díjat, amelyet Mező Janka vehetett át. Útravalóként elsőként közös áhítattal kezdődött a Sárospataki Vaj Miklós Református Szakgimnázium, szakközépiskola és diákotthona ballagási ünnepsége. Ezt követően dr. Téglás Zsolt igazgató szólt a búcsúzó diákokhoz. Tanulni persze fogtok felnőttként is, mert ma már az élethosszig tartó vizsgákkal, szinte teljesítmények igazolásával is járó tanulás nem a jövő víziója, hanem a valóság. Tanulók igen, de iskolások már nem lesztek. A középiskolai ballagás különleges búcsú, mert elhagyjátok például az iskola, a tanulműhely és a diákotthon falait. Végre, gondolják szerintem most sokan közületek. De úgy remélem, azt is érzitek, hogy védelmet és támogatást adó osztálytermeket és gyakorlati műhelyeket hagytok most üresen, melyeknek táblái, padjai vagy öltözőszekrényei hiányozni fognak az évek múltával. Az ünnepség keretében a még tanuló fiatalok köszöntek el ballagó diáktársaiktól, akik jó tanácsokkal látták el a még maradókat. Szorossá vált a kapcsolatunk a Vai Miklós Református Szakgimnázium szakközépiskola és diákotthonával, hiszen rengeteg olyan dolog történt a falain belül, vagy a gyakorlati helyeken, amire szívesen emlékezünk. Vagy épp történt olyan is, ami örökre egy-egy osztály kis titka maradt. Az ünnepség keretében a Tiszán Inneni Református Egyházkerület díját, a Tiszán Inneni Református diákja címet dr. Csomós József püspök adta át Molnár Dávidnak. A 2016-17-es tanévben Molnár Dávid, a Vai Miklós Református Szakközépiskola és Diákotthon végzős tanulójának elkötelezett keresztény világlátása, nyitott gondolkodása, töretlen szorgalma
és példás magaviseletéért Tiszán innen református diákja jutalmat adományozza. Ezt követően azok a fiatalok is átvehettek könyvjutalmat, akik kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el. Az Árpád vezér gimnáziumban 86 végzős diákot búcsúztattak tanáraik, diáktársaik. Az ünnepség keretében a hagyományoknak megfelelően átadták az Árpád díjat is, valamint az önkormányzat által alapított Junior Pro Urbe díjat is. Az előbbit György Zoltán, míg az utóbbit Leitner Csaba vehette át. Négy osztályban 86 diák ballagott végig utoljára az iskola folyosóján, a Sárospataki Árpád vezér gimnáziumban, hogy búcsút vegyen az izgalmakban gazdag, olykor néha nehézségektől terhes tanóráktól, hétköznapoktól. Tóth Tamás igazgató szerint a diákok valamennyien igyekeztek kiállni az élet próbáját az elmúlt években. Valamikor nem is olyan rég, ezek a mögöttem álló fiatal felnőttek, még szinte gyermekként egy kissé félénken, talán bizonytalanul lépték át az iskola küszöbét. Aztán többségük hamar magára talált, és gyorsan beilleszkedett az ÁVG-s élet az osztályközösség mindennapjaiba. A tanulmányi követelmények teljesítésének egén voltak, akik magasan szárnyaltak, voltak, akik megfontoltan repültek, és olyanok is akadtak, akik egyik ágról a másik ágra szállva próbáltak nagy nehézségek árán tovább jutni. Sokan, szám szerint 86-an megértették, hogy a sikeresebb továbbhaladás reményében érdemes más nyelveket is legalább középfokon elsajátítani. A búcsúzó diákok saját tapasztalataik tükrében hagyták maguk mögött diáktársaikat, az itt maradók pedig jó szívvel engedték útjukra a fiatalokat. A legfájóbb dolog szembesülni azzal, hogy már nincs visszaút, és már nem tudjuk újra átélni ugyanazokat a boldog pillanatokat, szép élményeket, sikereket. Azonban, ahol valami véget ér, ott mindig új dolog kezdődik. A hagyományoknak megfelelően az ünnepség részeként idén is átadták az Árpád díjat. Ebben az esztendőben György Zoltán vehette át a kiemelkedő tanulmányokért és közösségi munkáért járó díjat. Sárospatakváros önkormányzata által adományozható Pro Urbe Junior díjat ezen az éven Leitner Csaba vehette át, amelyet dr. Vitányi Eszter jegyző adott át a tanulónak. A ballagás zárásaként a búcsúzó osztályok megkoszorúzták Árpád fejedelem szobrát. Viszmajor pályázatokból épülnek az utak sátora Jóújhely felsőváros részében. Az elmúlt esztendőben nyár közepén mosott el utakat, hidakat a hirtelen jött nagy esőzés. A több mint 100 milliós kár helyreállítását kormányzati forrásból tudják javítani. Nyár elejére igyekeznek minden érintett területet befejezni. Most a Piac utca sarkán kezdték el a munkát. Egyszerre több útszakaszon is dolgoznak munkagépek és emberek sátoralja új helyen. Saját forrásból a színház közben új járda és aszfalt burkolat lesz, Viszmajor keretből pedig a nyári esőzések kárait javítják. Ma a Piac utca sarkán lévő útszakaszt kezdték el javítani. A vízelvezető is egy erőteljesebb csapadékvízelvezető kerül beépítésre, valamint az út alapig kimosott területet újra fogja az önkormányzat aszfaltoztatni, tehát a piactér teteje is megújul, megszépül, és eleve jobban használható lesz, mert ez már szinte még gyalogosan is bokatörő mutatványit végigmenni. És a napokban pedig elkezdődik folytatásaként. Ugye itt vagyunk egy néhány tíz méternyire a Dörzsik utcától, ahol úgy szintén a Viszmajor pályázat keretében folyik a felújítás. Majd szinte ezekkel együttben ezen a héten elkezdődik a felvonulás, lehet, hogy már a mai nap felvonulnak a Májskút utcai hídhoz, és a Szőlő utcai szölöpözés is meg fog kezdődni. A felújításukat nyár elejére szeretnék befejezni, ezért egyszerre több útszakaszon is fennakadások lehetnek. Az autósoktól figyelmet és türelmet kérnek a kivitelezők. A reformáció jegyében szerveztek fafaragó tábort Kovácsvágáson. A hegyközi településen eddig is a lélekszámhoz viszonyítva a legtöbb fából készült alkotás van, ám ennek száma tovább bővült. A falva kultúrájáért alapítvány Dunai Alkotóköre a 20. jubileumi táborát szervezte meg itt. Az alkotók három csónakos kopjafát faragtak ki, amelyből kettő Kálvin Jánosnak és Károli Gáspárnak, a reformáció nagy alakjainak készült,
valamint 4 szobrot is hagytak maguk után a népi iparművészekből, hobbi fafaragókból álló csoport tagjai. A hét végére valamennyi vállalt alkotás elkészült a kovácsvágási fafaragó táborban, ahol a falvak kultúrájáért alapítvány Dunai alkotókörének tagjai dolgoztak. Az alapítvány vállalta, hogy a hagyományos fából készült szobrok és köztéri alkotásokon túl csónakos kopjafát is faragnak a reformáció jegyében. A Gálvin János és Károli Gáspár a posztumusz a magyar kultúra lovagjainak, csónakos fejfái a kultúra lovagrendjének az emlékparkjába kerülnek, Aranyosapátiba, Aranyos-szigetre. Egy pedig, ugye most van a szabadság éve, június 16-áig tart, mi 13-án a Várecke-Pozsony lovas túra, amikor Pozsonyi csatának állít emléket, annak keretében avatjuk a büszkeségpontot, szintén Aranyosapátiba, a szabadság az 60. évfordulója alkalmából. A tábor résztvevői nem először jártak már a hegy közben, az elmúlt esztendőben füzéradványon készítettek el több alkotást. A kör tagjai, akik határon túli magyar és nem magyar alkotókból állnak, kovácsvágáson is dolgozott szerb fafaragó, éppen a kis települések szépítését szeretnék támogatni. Mintegy 60 faragó tartozik az alapítványunk itt az alkotókörhöz, és ez a 60 fő rendszeresen karitatív céllal megy, és utazunk fafaragó táborba, ahol hívnak bennünket, és különböző szobrokkal, térplasztikákkal szépítjük a kis hátrányos helyzetű falvakat. Kovácsvágás szívesen fogadta vendégül a művészeket. A falunak szoros kötődése van a falvak kultúrájáért alapítványhoz. A községben már 18 fából készült szobor áll. Van 3 pincesor a településnek, de az egyik legszebb a kéményesi pincesor. Oda van tervezve a Szent Orbán szobor, ami szintén elkészült alkotó művészek által. Aztán a táborba elkészül a településnek még a 2 belterületi úti névadó szobra, a Táncsics Mihály szobor, a Kossuth Lajos mellszobor. Aztán készül a temetőkertbe egy lélekharang faszerkezet, illetve 8 darab 50 literes tölgyfa hordó, amelyiknek a fenekére egyenként a 7 vezér és a 8-ra pedig a település címere kerül ráfaragásra. Ezek a hordók a előbb említett pincesoron szeptember 16-án lesznek avatva, az elmúlt éven ásott rövid kis 10 méteres önkormányzati tulajdonú pincébe, ott lesz elhelyezve, és a szeptember 16-ai első kovácsvágási nyitott pincék programján lesz avatva a Szent Orbán szobor, a pince, illetve a 8 darab díszfaragású hordó. Az alkotásokat a nyári és őszi nagy rendezvényeken fogják felavatni, a községben a most elkészültekkel együtt több mint 30 fából készült köztéri mű lesz látható. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Már az érettségi vizsgákra koncentráltak, pénteken és szombaton még búcsúztak a középiskolás fiatalok. Útfelújítások Viszmajor pályázatokból Sántorai úton. Fafaragó tábor a reformáció jegyében kovácsvágáson. Kedves nézőink, Önök az Emplén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Friss hírekkel legközelebb, holnap este 7 órakor várjuk Önöket. További szép estét kívánok, viszontlátásra!